Andrással beszélgetünk, témánk pedig, hogy először azt szeretnénk megtudni, hogy a koronavírus járvány alatt hogy sikerült formába tartanod magad, aztán utána beszélgetünk arról, hogy miért is kell formába tartanod, mi lesz a következő nagy versenyed. Idővel minden edzőterembe zárt a kapuit, de hála Istennek így az erős ember sport ennyiből egy kicsit előnybe volt, hogy akinek vannak eszközei, mint például nekem is. Itt ezen a telepen tudtunk készülni, illetve egy kicsit úgymond nomádabb feladatokkal szinten tudtuk magunkat tartani, és vártuk azt, hogy induljon a szezon, illetve legyenek dátumok, amire lehet élesíteni, vagy lehet a formát úgymond beélesíteni. És ha már dátumokat említettél, akkor már nyáron is van a versenynaptáradban, nem egy esemény. Mi ez? Így van, nagyon jó a riportnak az időzítése is, hisz tegnapi napon kaptam a telefont, hogy Celldömölk városába visszavárnak minket, mint az elmúlt évek során is, illetve azonnal próbáltam a helyi kapcsolatokat is, illetve kontaktokat mozgósítani, és egy 95%-os valószínűséggel szombathelyen is szeptember elején a második Savaria Kupa megrendezésre fog kerülni, illetve egy nemzetközi verseny lesz Celbe, illetve ezt az egészet összefogjuk úgy, hogy még egy nyári balatoni verseny is szervezés alatt van, és egy Európa Kupa sorozatba illesztenénk be minden egyes állomást, ahol a versenyzők úgymond pontokat kapnak az elért helyezéseikhez mérten, és a végén pontosan ezért is lesz jó, szombathelyen kereked neki ennek a Európa Kupa versenysorozatnak a nagysága, illetve a végeredménye, ahol föltesszük majd az íre a pontot. Hát az íre a pontot talán még inkább majd a finnországi könnyűsúlyú világbajnokságon teheted fel, ahol újra képviselheted Magyarország színeit. Így van, hisz a tavalyi, vagy tavaly ugye Indiában volt megrendezve november végén. Ez az SCL könnyűsúlyú világbajnokság most az idei évben Finnországban kap helyet, de ugye július végén lett volna, de itt a koronavírus járvány miatt a szervezők bíztak egy halasztott időpontba, és ez hála jó Istennek úgy néz ki, hogy most össze is jött nekik, és ezt így szeptember 26-27-re tették át, és ennek a VB-nek úgymond a főpróbája lenne nekem a szombathelyi verseny, illetve az Európa Kupa sorozatnak, illetve a második Savaria Kupa erősember versenynek lenne a fénypontja a szombathelyi verseny. És most pedig, ahogy említetted, itt állunk a telephelyen, és brutális eszközöket mutat majd a kameránk. Mit láthatunk majd tőled? Mai edzésnek a felépítése az egy kicsit így a húzószámok, illetve a traktorkerék köré fog összpontosulni, úgyhogy mai edzésbe beillesztjük ezt a 350 kilós traktorkeréknek a forgatását, illetve ezt a versenyszámot, illetve az autóemelés lesz, ami ma főszerepet fog játszani az edzésbe. Hogy érzed magad? Jó formában vagy? Igen, hála Istennek az ember nem hagyta el magát, és egy kicsit ez a vírus okozta úgymond kényszerpihenő, illetve nyugi, illetve ez a mondjuk az a kilátástalanság egy olyan lelki nyugalmat okozott az embernek, és ez levett egy szíhés terhet, és mondhatom azt, hogy nem kellett a nulláról, sőt, szinte majdnem ahol befejeztük a tavalyi évet, onnan lehetett folytatni az edzésmunkát, és ez az idei évre, illetve erre a versenyszezonra, amiket meg tudunk csinálni, illetve amik jönnek, egy pozitív mutatót fog, illetve pozitív előjeleket sugároz, hogy szerintem csak jobb lesz a forma, illetve az eredmények. Legyen úgy, és sok sikert kívánunk neked! Köszönöm szépen!